Csiti, figyelj, most valami teljesen más, mert tettem bele magamat, mint látod, én kezdek nagyon profin dobolni. De az a problémám, fiúk, hogy folyamatosan összeakad a dobverőm. Tehát ez erre mi a megoldás? Mit javasoltok? Fia, a mai napig egyébként nekünk is összeakad a dobverünk, úgyhogy van ilyen bakik. Tehát akkor tulajdonképpen én is dobolhatnék a Margaret Islandben, mondjuk így. Abszolút, figyelj. Mit gondoltok ez? Szerintem ez egy tökéletes rock alapdobolás, úgyhogy egy rockzenekarban már bekerülhetnél simán egyébként. Most szerintem is. Ennyivel? De mivel lehetne ezt egy kicsit még felturbozni? Mert azt gondolom, ez így elég unalmas, így amikor... Figyelj, rak bele ilyen filleket, kis pergőjáték, jó, stb. Pörgesd egy kicsit a dobverőt így, azt így szokták. Na, inkább... Azaz, hogy jó. Várjátok. Yeah. Jó, ez elég ízléstelen. Valljuk be, hogy ennél azért sokkal profibb munka fog folyni a Modern Drum Campben. De bocsi, azt nem mutatta meg Vivi, hogy kell összepakolni a dobot? Ja, pedig igen, mert a fiúk látnak, amikor a Tisztai Vivian tanított engem dobolni. Na, de hát azért majd a ti dobtáborotokban, egyébként Gerendes Dani van itt és Gerői Mátyás, ők az én tanáraim. A ti dobtáborotok ez egy egész napos dobtábor lesz. Ott mi fog történni, és egyetem miért döntöttetek úgy, hogy szerveztek egy ilyen dobtábort? Hát az alap elképzelés a Szumper Ádám, az egyik szintén oktató fejéből pattant ki, és amikor megkeresett ezzel az ötlettel, nagyon örültem, mert nekem is már többször ez megfordult a fejembe, hogy milyen szuper lenne tartani egy ilyen egész napos foglalkozást. Aztán igazából úgy voltunk vele, hogy minél színesebb, minél átfogóbb ez az egész, annál jobb lesz a táborozóknak, és így került a képbe Gerői Matyi és Jancsovics Máté, és így fogunk négyen előadásokat tartani. És igazából tényleg az a szuper, hogy mindannyian teljesen más perspektívából közelítjük meg a dobolást, mindannyian más stílusban vagyunk otthon. Úgyhogy nagyon várjuk az egészet, és reméljük, hogy nagyon sokan fognak jönni. Ugye 4x1,5 órás kurzuson lehet részt venni, de ide kiket vártok? Most örülnétek, hogyha én mondjuk oda így beállítanék, és egyáltalán hozzá nem értőként, vagy egy ennyit tudok, vagy inkább profitakat vártok? Figyelj, igazából a kor és tudástól függetlenül várunk mindenféle dobosokat, vagy hát nyilván azért az egy pozitívum, hogyha valamilyen előképzettsége már van az embernek, de nem csak technikáról lesz szó egyébként, hanem nagyon sok olyan dolog van, ami egyébként jó zenészvé teszi az embert, akár ez a hozzáállás, szerénység, alázat, nagyon fontos dolgok, és ugye a zenész léthez az is hozzátartozik, hogy kvázi együtt éltek egy buszban a zenésztársaiddal, úgyhogy tényleg nem az számít, hogy ki mennyire van otthon mondjuk technikában, vagy a dobolásnak a többi részében, hanem az, hogy minél jobb legyen, és ebben fogjuk őket segíteni igazából. Mondjuk egyelőre csak annyi, hogy belőlem ezek sajnos még hiányoznak, mármint az alázat meg a szerénység, de amúgy a technika az... De dolgozunk rajta. Inkább technikát. Én amúgy rockot és rock metal és fangdobolásról lesz szó az én kurzusomon. Szumper Ádám Ákos, én a fusion dobolásról, amúgy őt főleg a Belmondó zenekarból ismerhetik az emberek. Jancsovics Mátét, őt a Window nevű saját zenekarából, és ő amúgy az elektronikus zenében való dobolásról fog szólni az ő kurzusa. Én pedig modern pop dobolásról fogok előadást tartani. Igen. És ez 4x1,5 óra. Azt mondtátok, azt hiszem ez benne van ugye a felhívásban, hogy ti modern, trendi dobolást tanítottok, mert vannak trendek a dobolásban, tehát ti másképp doboltok, mint a nagy öregek? Hát szerintem... Például ők lehet, hogy nem ütötték össze még a dobverőt, de ti már ezt megengeditek magatoknak? Hát igazából minket teljesen más hatások értek amúgy, mint őket, de szerintem, úgyhogy másképp dobolunk, de szerintem ez pont ettől szép így, ahogy van. De miben másképp? Hát ugye a mai világban nagyon könnyű hozzáférni mindenféle anyagokhoz az interneten keresztül. Tehát, hogyha valaki eldönti, hogy én most zenélni akarok, felmegy bizonyos videó megosztó oldalakra, és szinte mindenről megtalál olyan anyagot, ami hasznos lehet így a tanulást szempontjából nézve. Ti szoktatok egyébként internetről ellesni praktikákat, újabb grúvokat a dobolást? Mi rendszeresen, szerintem, nem? Igen, hogyha nem is az, hogy konkrétan lenézett, hogy más mit csinál, hanem szerintem az a jó, úgy tud saját stílust kialakítani az ember, hogy nagyon sok behatás éri, hallgat mindenféle stílusba a zenéket, igen, és abból a sok bejövő információba kialakítja és összegyúrja a saját stílusát. Itt ennek a kurzusnak, tábornak a végén ti még tartottok egy mini koncertet, elvileg így négyen. Ezt hogyan képzeljem el, négyen egyszerre veritek a dobot?
Hát jönnek, jönnek amúgy zenésztársaink erre a kis, mert ez egy, tulajdonképpen ez egy ilyen kis koncert lesz, mindenki játszik két-két számot. Tehát lesz egy alapzenekar egyébként, igen, egy igen. basszusgitáros, egy zongorista és egy gitáros, igen. és akkor mindannyiunk el fog játszani két saját dalát, vagy éppen amit választ. Aztán pedig az este végén lesz egy jam session, ahol a táborozók is beszállhatnak, wow. és közösen fogunk zenélni. Hát reméljük, erről készülni fog felvétel, ez elég izgalmasan hangzik. Hol lehet jelentkezni? A Facebook oldalunkon, a Modern Drum Camp Facebook oldalán található egy esemény, és a Tixa jegyrendszerében lehet megvenni a jegyeket interneten keresztül. Vagy tőlem személyesen. Ó! Én is inkább ezt preferálnám. Jó van, akkor köszönöm, fiúk, hogy itt voltatok. Nagyon szépen kíváncsi, köszönjük. Hogy a fog elsülni.